A tavaszi visszaesés után nyáron erősödés volt megfigyelhető a taxiságazatban is. Ősszel azonban a járvány második hullámával együtt jött az újabb recesszió. Az országos számokkal összhangban a megye legnagyobb taxitársaságánál is nagyjából a felére esett vissza a fuvarok száma. Sok szakmabeli pedig felfüggesztette, vagy akár végleg abba is hagyta ezt a tevékenységet. Nagyobb részt egyéni vállalkozók szüneteltetik a munkát, a Szabolcs Taxis főleg ilyen formában alkalmazza munkavállalóit. Itt egyelőre nem bővítik a létszámot a kereslet visszaesése miatt, noha vannak jelentkezők, akik sorban állnak, hogy bekerüljenek a céghez. A fuvar szám egyébként főleg éjszaka esett vissza mintegy a tizedére, de az ilyenkor munkába járók miatt a társaság nem szüntette be teljesen az éjjeli ügyeletet. Ugyanakkor más időszakban is kevesebben veszik igénybe a szolgáltatásukat. Nappal is tapasztalható ez a visszaesés, hogy az emberek szerintem az, hogy félnek, ha ki nem muszáj, nem mozog, inkább otthon van, vagy nem költ. Azt megfigyeltem, hogy azért szívesebben beülnek a taxiba, persze mi is próbáljuk a tisztelnek fertőtlenítve tartani a kocsikat, hogy maszkot felvesztjük, meg kilincseket lefertőtlenítsük, meg stb. Meg az utas megkérjük, hogy jobb hátra üljön be, minél távolabb egymástól, meg minden kocsinkban van már ugye bankterminál, hogy ugye érintésmentesen ugye pénzt ne kelljen fogni, csak a bankkártyát oda tartani, és akkor fizetnek. Ezek egy olyan próbálkozások, hogy próbáljuk tartani, és elmond is van egy-két olyan utas, aki emiatt velünk utazik, de nagyobb rész, akkor is van egy csökkenés. Ennek az ügyvezető elmondása szerint elsősorban a költségek megtakarítása, vagy a biztonság és egészségmegőrzés lehet az oka. Az Opten adatai szerint a szektor 2016 óta biztató jeleket mutatott mind a szereplők számát, mind az árbevételt illetően. Ennek a tendenciának szakadt vége a tavalyi évben. A pandémia az egyik leginkább kiszolgáltatott ágazattá tette a taxisokét. Ilyen időszakokban sokat számít a vállalkozók alkalmazkodó képessége, mint ahogy a kormányzati intézkedések is. Nagy segítség volt a szektorban tevékenykedők számára, hogy jó pár hónapig nem kellett fizetniük a katát, de a hiteltörlesztési moratórium bevezetése és az iparűzési adó lefedezése is megkönnyítette a vállalkozók dolgát. Az a javaslatunk igazából, meg az lenne a legjobb, hogy ezt a katát megint eltörölnék egy-két hónap, az nagyon nagy segítség volna. De vennék, hogyha már megyünk kifele, és nem kell elengedni a kormánynak, meg senkinek, mert odáig ér ez az oltottsági szint, hogy visszaáll az életünk, azon a legnagyobb segítség. Mert fizetjük mi a katát, meg mindent, csak legyen bevételünk. Ugye ez volna mindenkinek a cél, de nem még egyszer csak vége lesz, és valahogy túléljük. Mivel február 1-ig biztosan érvényben marad a kijárási tilalom, és a vendéglátóhelyek, színházak és szórakozóhelyek továbbra is zárva tartanak, egyelőre nincs esély a helyzet javulására az ágazatban sem.